Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony! Az éghajlatváltozás negatív hatásai elleni küzdelem az utóbbi években egyre égetőbb kérdéssé vált a kormány számára. Ezt már 2-3 alkalommal egyébként a parlamentben önnel megvitattuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy valószínűsíthetőleg a Kárpát-medence és fekvése és természetföldrajzi viszonya miatt a bolygó átlagánál nagyobb mértékben van kitéve a klímaváltozás hatásainak. Megjegyzem azért, hogy erre az emberi tevékenység, mármint a klímaváltozás, az emberi tevékenység mekkora hatással van, az vita tárgyát képezi a mai napig. Bár hazánk, földünk kibocsátásának messze kevesebb, mint 1%-áért felelés, pontosan valamivel több, mint 1%-áért, rosszul mondom, 1%-áért felelés. Mi is tudjuk, hogy erőn felül kell teljesíteni annak érdekében, a jövő generáció számára megfelelő életteret hagyjunk magunk után, hiszen az éghajlatváltozás nem áll meg az ország határoknál. A kormány tisztában van azzal, hogy a globális problémák ellen lokális eszközökkel is fel lehet és fel is kell lépni, fel kell venni a küzdelmet. Ezért ratifikálta Magyarország az Európai Unió országai közül elsőként már 2016-ban a párizsi megállapodást, és ezért frissítettük a párizsi megállapodás szellemében a második nemzeti éghajlatváltozási stratégia céljait és vállalásait. Éppen ez a klímacélok melletti egyértelmű kormányzati elköteleződés az, amely számomra érthetetlenül teszi képviselőasszony ellenérzéseit és támadásait a stratégiai céljaival és eszközeivel szemben. Mindenek előtt fontosnak tartom leszögezni, hogy ez a stratégia minden szempontból aktuális és teljes körű. Foglalkozik ugyanis a rövid, közép és hosszú távú feladatokkal is, a korábbi stratégiához képest egyensúlyba hozza alkalmazkodás feladatkörét a mitigációval, továbbá csak, hogy az egyik legfontosabbat említsen, kiemelten törődik a jövő generációnak éghajlati nevelésével. Nem árt azonban tisztába lenni azzal, mielőtt még a konkrét intézkedéseket hiányolnánk, hogy a stratégia az előbb említett rövid, közép és hosszú távú célok meghatározására szolgál. A konkrét intézkedéseket a konkrét felelősökkel és pénzügyi forrásokkal az elfogadást követő 6 hónapon belül elkészítendő és 3 éves időtartamra szóló éghajlatváltozási cselekvési terv tartalmazza majd. A stratégiai cél és eszközrendszer emellett az is lehetővé teszi, hogy uniós pénzügyi forrásokat fordítsunk erre. Ennek fontos eleme, hogy környezeti és energiahatékonysági operatív program keretein belül megyei klímaplatformok létrehozására kerül sor, valamint megyei és települési éghajlatváltozási stratégiák készülnek, amelyek részét képezik a helyi alkalmazkodási programok. És számtalan példa van arra, tisztelt képviselőasszony, hogy például települések klímaszövetségbe lépnek be, olyan együttes elképzeléseket, terveket alkotnak és intézkedéseket hoznak, amely ennek a stratégiának a céljaival, elképzeléseivel egybevág, és ezeket a felképzeléseket a hazai források segítségével, saját források segítségével, vagy éppen európai források segítségével kívánják megvalósítani. Példa erre például az olyan KEOP pályázatok, amelyek a napenergiát próbálják hasznosítani, vagy pedig intézmények hőszigetelésével próbálják az energia felhasználását minél kevesebbre, kisebbre szorítani. Emellett a kibocsátás kereskedelmi rendszerek keretein belül 2021 és 2030 között várhatóan több 100 milliárd forint értékben valósulhatnak meg projektek, amelyek megfelelő kiválasztása jelentős mértékben elősegítheti a hazai energiarendszer fejlesztését, karbonsemleges és tiszta energiákra történő átállását. Mindezek alapján, illetve az előttünk álló további cselekvéseket megalapozó dokumentumra figyelemmel úgy gondolom, hogy a második nemzeti éghajlatváltozási stratégia kapcsán elégtelenséget emlegetni nem egyéb, mint egy ilyen vitathatatlanul közös nemzeti célban való egyetértés, összhang, pártpolitikai célú kikezdése, támadása. Én inkább arra kérem önt, hogy a következő időszakban a közös munkára, a közös céloknak, a megvalósításnak érdekében tett erőfeszítésekre koncentráljon, és ne nyilatkozzon felelőtlenül úgy, mintha nem történne ebben az ügyben semmi sem Magyarországon. Köszönöm a figyelmüket!